Kérdezném, hogy esetleg így az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy a felvetített anyaggal kapcsolatban van esetleg most direktben kérdése valakinek, mert azt is szívesen vesszük, vagy haladjunk tovább az estének a további programjával. Akkor azt gondolom, hogy látom, hogy Zajdi Ferenc is a körünkben van. A visegrádi táborról szóló, hát most már trilógiává nőtt filmet megnézhetnénk most az elmúlt 3 év, 14, 15 és 16-ban. Mik épültek és hogyan zajlott a tábor? Alapvetően azt lehet tudni, hogy teljesen új csapat, tehát a tavalyiak közül. Bizonyos értelemben természetszerűleg nincsen senki. Ami miatt én ezeket fontosnak tartom, az roppant egyszerű dolog. Tanulják meg, hogy milyen nehéz ez a fa. És tanuljanak meg egymással dolgozni. Ugye, hogy az Imre rövid félmondattal jellemezte a táborokat, az a lényeg, hogy ne vágják egymás lábába a csákányt. És ebben minden benne van, ebbe a találó és rövid megjegyzésben. Egymást kell tudni megtanulni, és az építésnek a folyamatát. Ami miatt én ezeket fontosnak tartom, az roppant egyszerű dolog. Tanulják meg,
hogy milyen nehéz ez a fa. És tanuljanak meg egymással dolgozni. Ugye, hogy az Imre rövid félmondattal jellemezte a táborokat, az a lényege, hogy ne vágják egymás lábába a csákányt. És ebben minden benne van, ebbe a találó és rövid megjegyzésben. Egymás kell tudni megtanulni, és az építésnek a folyamatát. Felvettem a szerves építészetet, és akkor rájöttem nagyon gyorsan, hogy ez az én világom, ezért mindenképpen eljöttem, mert ez nagyon hasznosnak tűnt. Fontos, hogy egy építész hallgató állást foglaljon a szerves építészetről, mint műfajról. Ez egy nagyszerű lehetőség, hogy megismerkedjek az építkezésekkel. Akkor ide felmehetnek a gyerekek. Maradnék az eredeti gondolatnál, tehát egy erősen lineális elemnél. Próbáljuk megfogni ezeket a dolgokat, próbáljuk megragadni. Mi a tervezés? Magyarországon a tervezés és a tervezés oktatása is sajnos túlzottan egyoldalú. Tehát nem arról szól, hogy hogy valósul meg a mű, hanem hát, hogy milyen szépet terveztél, milyen szép rajzot csináltál, milyen csili-vili ez az egész dolog. Ez rendkívül fontos. De ahogy a drága mester mondta, ez a 20%-a a munkádnak. A 80% ezután következik. Hogy meg tud csinálni, hogy társakat találjál magad mellé, hogy rá tud beszélni, hogy kompromisszumokat tudják kötni, és hogy megmaradjon az a gondolati lényeg, amit mindennél fontosabbnak és mindennél szentebbnek tartottál. Ezt a folyamatot kell nekik átélni, egymással vitatkozva, veszekedve, holdpontokon átjutva, megismerve azt, hogy milyen az egyik, melyikre lehet támaszkodni, és melyikre inkább nem. Kire milyen munkát lehet osztani, ki alkalmas vezetőnek, és ki nem alkalmas vezetőnek, és hogy létrejön-e az az izzás, ami nélkül nincsen építészet. Itt kellett, hogy kialakuljon az a munkamegosztás, amit nem lehetett az elején rögtön egy csoportosítással megoldani. Ez szépen a természetes módon alakult ki, hogy kiből válhatott mondjuk egy kisebb munkacsoportnak a vezetője. Talán mi sem láttuk át azt, hogy mekkora fába vágjuk a fejszénket, fel kell nőni közben a feladathoz, hogyha ez nem lehetetlen, és úgy tűnik, hogy nem lehetetlen. A koncepciómban az volt a lényeg, hogy sok évig itt lesz a tábor a jövőben, reméljük ez lehet egy ugyanolyan hosszú folyamat, mint a 80-as évekbeli szerves építőtáborok Visegrádon, és ha sok évig ezen a helyszínen lesz a tábor, akkor az volt a célom, hogy ide az első épület az legyen a park őrzője, vagy a park védője, akihez tudják kötni az emberek ezt a majdani parkot. Tulajdonképpen egy miniatűr játszótérről van itt szó. Már kezd kialakulni itt a kalákások között egy olyan név, hogy sárkány. Bízunk abban, hogy a lakosság, ahogy magáénak tartja, úgy majd saját maga fog nevet adni neki. Hogy ha valaki elkezd mondjuk táncolni, vagy teniszezik, és amikor eleinte üti a labdát, vagy táncol, akkor merevebb, kicsit robot a mozgása. Az első terv, vagy az első állapot az még kicsit szögletes, merev volt.
de amikor már kezd belejönni, vagy fejlődik, akkor sokkal rugalmasabb, és igazából el tudnám hasonlítani. Feladatom sok minden volt, leginkább fát háncsoltam, meg földet hordtam, de igazából mindenfélét csináltam. Csapatszervezés, meg az, hogy ez így csapatdinamikai dolgokat megfigyelni, ezt még nem tapasztaltam meg soha, úgyhogy ez így, ez volt a legjobb. Hát igazából sok mindent csináltam, léceket vágtam a deszkázást a tetejére, meg most ott a tetején mászkálok, úgyhogy eléggé félek. Nagyon sok mindenben segítettem, például ácskötéseket jelöltünk ki. Sok építkezésen én voltam az, aki így össze-vissza szaladgál, és mind ide-oda segít, vagy viszi a cuccot egyik helyről a másikra. Igazából egyszerű, viszonylag egyszerű munkáim voltak, de szükség volt rá. A láncfűrésszel való megismerkedés, az nagyon izgalmas volt, ezt nagyon élveztem, és hát a végére egészen jól belejöttem. Megtanultam dobva berántani a láncfűrészt. Itt kezdett el kialakulni az az építészeti vagy szakmai gondolkodás bennem, amivel elindultam az utamon. Hát a közösség, a táj, nagyon szép Visegrád, lehet, hogy szeretnék itt élni egyszer. Nekem ez volt így a legmeghatározóbb élmény, hogy így a csapatot egy kicsit így felülről szemlélni. Hogy mennyit szorongtunk itt a ferdeállások fölállítása és megtartása miatt, és tulajdonképpen örülök, ahogy végül is alakultak a dolgok. Egy ilyen projekt, úgymond, micsoda közösséget tud létrehozni olyan emberekből, akikkel mondjuk az első pár napban találkoztam életemben először. Az egyik érzés az volt, hogy volt ez a hely itt mögöttem, az elején kijöttünk ide, semmi nem volt, és akkor szépen lassan egy papíron lévő ilyen diák terve elkezdett megelevenedni, meg az, hogy a többiekkel megismerkedtem, és ilyen közösségi építés volt a dolognak a lényege, ez nekem nagyon fontos volt, tehát ez egy új érzés volt. Egy remek társaság gyűlt itt össze, egy nagyon jó közösség, és velük együtt építeni, az egy nagyon jó élmény volt, ugye erre biztos, hogy 10 év múlva is fogok emlékezni. A lányok milyen ügyesen dolgoznak. Hát párszor ráütöttem az ujjamra. Alapvetően megszállottja lettem ezeknek a táboroknak lévén, hogy ez most már a 6. táborom. Amennyiben a lehetőségeim engedik, mindenképpen jövök. A legfontosabb dolog a közösségbe dolgozás, az, ahogy összekovácsoltunk, tényleg 15-20 építész hallgató többségében lány, 95%-unk még soha semmilyen szerszámot nem vett a kezébe úgy építési tevékenységre. És az első napokban ez látszott is, de az a fejlődési tempó, amit produkált mindenki külön-külön, és ahogy ez napok alatt összeállt a csapatmunkába is meglátszódott, az szerintem elképesztő. És nagyon jó érzés volt, amikor feltettük az utolsó deszkát, és Attila azt mondta, hogy úristen, ezt mi építettük. És ez nagyon jól esett, hogy mindenki büszke arra, amit letettünk az asztalra. Márai Sodernak, borzongásnak mondta ezt az érzést, amikor rájössz valamire, hogy ez meg lesz. Amikor végigfut rajtad a hideg, hogy ez létesülni fog.
hogy valamit oda átról át tudtál húzni. Amikor húzod át, akkor egy furcsa, szent borzongás jön végig. Ezt kell tudni, végigélniük, ezt a szent borzongást. Azt a tüzet, ami hajtja az embert, ami miatt Devecserbe a mobiltelefon fényénél fúrják az utolsó lyukakat, mert nem mennek addig haza, amíg nincs kész. Ha ezt megtanulják, ha ebből egy picit is megéreznek, akkor van remény. Csapat az országnak egy teljesen másik tájáról. Közösség, csapatmunka, fejlődés. Valamit készítenek együtt, összefogva, és tulajdonképpen szinte családi közösségként. Ildinek a főszki az zseniális. A jó dolgok, azok sose készülnek el. Azokat igazából csak abba hagyni lehet, befejezni, az kár. Itt az alfája és az omegája az egész témának a mi együttes interakciónk. Hallottam igazából az egyetemen több embertől, hogy van ez a tantárgy, a szervesépítészet, és akkor felvettem mind a két részét, és a második részének az egy tervezős tárgy, és akkor az a vége, hogy egy pályázat keretében végül is megszavazzuk, hogy melyik tervek a legjobbak, és utána eljövünk ide, és megépítjük. Végig kísértem figyelemmel, hogy mit készülnek, és a fél év végén kellett ezeket leadni, volt egy pályázat, együtt is megnéztük őket, és felállítottunk egy sorrendet. Tavalyi tervhez képest például, ami egy viszonylag kötetlen, végül is egy sárkány készült el. Ehhez képest egy buszváró egy sokkal kötöttebb műfaj. Egyrészt már maga a buszváró, mint épület is, nyilván kell bele egy pad, kell egy viszonylag zárt rész, ami esőszélmentes, de ki kell, hogy lássanak belőle, a buszsofőr is kell, hogy lássa, szóval igazából nem egyszerű teljesen új formát ebbe belevinni. Emellett még valamilyen szinten a két évvel ezelőtti buszváróhoz is kellett alkalmazkodnunk, mivel hogy ez annak a testvére vagy a párja. Megérkeztem, és régi barátként üdvözöltem a láncfűrészt. Hát az a helyzet, hogy én annak nagyon örülök, hogy az építkezési folyamatoknak minden fázisában kipróbálhattam magam. Betonoztam, az ácsmunkában is forgolódtam, kipróbáltam a fűrészt is. Nem vagyok egyébként egy nagy szerszámzseni, de azért elég jól ment. Hát én segítettem a zsalutásnál is, és ugyanúgy a gerendákat vágni. Kipróbáltam a stílfűrészt is, fúrni, flexet, meg körfűrészpár használtam otthon, ezeket használtam nagyjából itt is. Tegnap betonacélt szereltem, hajlítottam, meg stílfűrész az idején nem volt szerencsém, de megtanultam flexelni, ez most jó, meg kiszoltam is, meg kézifűrészsel is vágtam. A körfűrészt használtam. Igazából még csak azt a láncfűrészt még nem igazán mertem. Nekem ezek így ismeretlenek voltak ezek a szerszámok, és akkor mindegyiket kipróbáltam most már, hogy megbarátkoztam velük, de nagyon jó, szerintem. Szerveződően vagyunk, hogy
nincs egy tanár velünk, aki beoszt minket, hanem mi magunk találjuk ki, hogy ki mit csinál aznap. Mondjuk ugye van egy vezetőnk, most idén a Réka, és akkor ő úgy terelget minket a helyes irányba, de hogy alapból ilyen önműködő kicsit. A tábor előtti héten derült ki, hogy nincsen elég vörös tölgy, amiből az előző buszváró épült, és szerettük volna ezt is abból. Illetve amikor kijöttünk a helyszínre és megnéztük a fákat, kiderült, hogy nincsenek már olyan állapotban, úgyhogy végül is összesen két sor tudtunk ebből felrakni. A többihez pedig rendeltünk fenyőt, és abból fog elkészülni. Az egyik nap egy nagyon rossz időnk, amikor végül is egész délután a tervezéssel tudtunk csak foglalkozni, mert kijönni, dolgozni nem tudtunk. A sátor alatt megpróbáltunk, amit tudtunk, csak nagyon kevés volt a hely, hamar megálltunk, és akkor visszajöttünk. Örültem, hogy hozzámertek szólni, és nem arról szólt a dolog, hogy én kitaláltam valamit, és azt megcsináltuk, hanem tényleg egy közös terv lett. Nem telt el haszontalanul a nap. A tegnapi nagy hajrával sikerült kiemelni a csónak orrát a vízből, és most már csak húzni kell, amíg partot nem érünk. Most még egyszerre fut az ácsmunka és a betonozás is. Az egyik virágládán túl vagyunk, a másikat, ha minden jól megy, ma délutánig befejezzük. És aztán a fallal eljutunk a koronáig, nekilátunk a tetőnek. Nagyjából így tervezzük a mai napot, és aztán maradik másfél-két napban tető alá hozzuk az építményt. Igazából elég jól sikerült véghez vinni azokat a fontosabb részleteket, amiket én elterveztem. Azért érdekes, hogy kezdenek kialakulni hagyományok, teljesen apróságok, akár csak egy-egy szófordulat, hogy a vízmértéket vízilónak hívjuk, és az autó a misi. Apró dolgok ezek, de összekovácsolják ezt a társaságot. Amikor így valami problémába ütközünk, és akkor így leülünk és megbeszéljük, és rajzolgatunk, meg ötletelünk, és ez olyan tök jó. Azt szeretném, hogyha később a munkám során is hasonlóan működhetne. A barátság az, ami ide köt a hallgatókkal, és én is munkaerő vagyok, illetve élvezem azt, hogy itt töltöm ezt a hetet, mert azért ez egy nagyon szép környék. Tényleg látom azt élőbe, amit így igazából tanulok. Miért úgy kell terveznünk, ahogy tervezzük, meg így jobban látjuk, hogy mi fog megállni, meg mi nem fog megállni. Ezek olyan tettek, olyan művek, amik megjelennek itt a tájban, térben, amik innen helyből nőnek ki, és nagyon idevaló. Talán hungarikummá váló építve tanulás magyarországi sok-sok pontjából az egyik vagyunk, és talán ennyit hazabeszélhetek, hogy egyenlők között az elsők, hiszen 30 valahány évvel ezelőtt itt kezdődött ez a folyamat. Azt a fajta Makovec Imrehez és köréhez kötődő örökséget, amelyik megáll a földön, megáll abban a pontban, ahol az építés történik, és onnan kezd el gondolkodni, onnan eredezteti a művet. Erre a térképre is fölkerülünk ezzel a táborral is. Úgyhogy én azt nagyon remélem, polgármesterként is, építészként is, emberként is, hogy lesz ennek folytatása.